Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a következő témánk bocsánatos és halálos bűn értelmezése, fajtái, néhány példa, szeretet és bűnbánat fajtái, bűnök büntetése és jóvátétele. Itt, amiről beszélni fogunk, ezek kategóriák. És az egyedül végérvényes döntésként az Istennek a döntése, és az Isten látja igazából a lelket, hogy egy bűnelkövetés, most itt erkölcsi értelemben vesszük a bűnt, tehát teológiai értelemben, elsősorban az egy illetőnél hogyan számít szubjektíve, tehát a illető egyén beszámíthatósága akarata tekintetében, illetve objektíven, tehát tárgyszerűen, ami mondjuk súlyos dolog az Istennel szemben, illetve lelkiismerettel szemben. Az osztályozása hittani szempontból két alapvető csoport. Önmagában rosszak. Például Szűz Mária szentségek, szentek, és hát az Isten nevét is káromló szavakkal említi, vagy például hazudik. Itt a tett az mindig rosszat tesz, de bizonyos esetekben a körülmények enyhítik. Például a tudatlansága, vagy egy nagy indulat, nem megfontolt, amit tett. A másik fajta bűn, ami a körülmények miatt rossz, például a lopás. Mert van egy háború, és ott nincs mit ennie valakinek, és elvesz az élelemből. Például volt a II. Világháború után, ugye a konkrét eset, visszavonuló német csapatok ott hagytak vagonokba hadtápot, utánpótlást, konzerveket, és hát azokért már nem jöttek vissza, ugye jött a front, és akkor a lakosság, hogy ne halljon éhen, mivel az élet az előbbre való érték, mint hogy onnan elvegye az élelmet, ezeket a vagonokat fölnyitották, és az ott talált élelemmel megmentették az életüket. Az Ószövetségben is találunk példát, például Dávidnak a felkenése, ugye Sámuel proféta által, hadicsel. Ez tulajdonképpen nem hazugság, de hadicsel. Nyilvánvalóan itt azért különbséget kell tenni megtévesztés és megtévesztés között, tehát egy hazugság az nem fogható föl hadicselnek. És az emberek nagyon könnyen bele csúsznak esetlegesen az önmentegetési kérdésekbe, hogy magukat, saját magukat kimentsék. Hát ugye ne felejtsük el, hogy senki nem lehet saját magának a bírája, és hát a Szent Jónás szentségében is pontosan ezért rendelte egy Jézus, hogy szembesülni tudjunk, és hát természetesen a papnak okosan kell megadnia mindig a tanácsot, és okosan kell elbírálnia a bűnöket. Két alapvető bűnfajta létezik, amelyről már beszéltünk a korábbi alkalmakkor is, a bocsánatos bűn és az úgynevezett súlyos bűn, vagy lelki halált hozó bűn, vagy halálos bűn, ugye így neveztük ezt a kategóriát. Ugye a bocsánatos bűn az tulajdonképpen egy lassulás, megállás az Isten felé vezető úton, de megmarad az úton az illető, nem tér le az útról. A halálos bűn, a súlyos bűn pedig azt jelenti, hogy elhagyja valaki az utat, és hát nem a simpályán halad tovább. Azért azt tegyük hozzá, anélkül, hogy mentegetni akarnánk bármilyen bűnt is, hogy azért aki a jóra törekszik, és igyekszik a jó irányt tartani,
és emberi gyengeségből bűnöket követ el, azért az nehezen esik ki az Isten kegyelméből. Tehát aki iránytartó. Nyilvánvalóan, aki bűnös állapotot hoz létre, tehát bűnt bűnre halmoz, falja bűnöket, az sokkal könnyebben veszítheti el a megszentelő kegyelmet. Ugye ez olyan dolog, hogy a kis bűnökkel is törődni kell. Nyilván a kis bűnökből, a bocsánatos bűnökből nem lehet összerakni egy súlyos bűnt, mert ugye a súlyos bűn a megszentelő kegyelemnek az elvesztése, és azt nem lehet apránként elveszteni, azt vagy egyszerre veszíti el valaki, és mondjuk a Szent Jónásban visszanyeri. Tehát azok fölélednek azok a kegyelmek, azt visszakapja azokat az érdemeket, de apránként nem lehet elveszteni, mert akkor sok kis bűnnel el lehetne veszteni a megszentelő kegyelmet. Kis bűnök kerülését is figyelnünk kell, és oda kell figyelnünk rá. Jáki Szaniszló mondja, Bencés Templeton díjas fizikus, hogy gondoljunk bele, hogy a bűn végtelen szentséget sért, és a legkisebb bűn is a legnagyobb szentséget sérti, tehát ha úgy vesszük, a legkisebb bűn is, ahogy ő mondja, sokkal nagyobb tragédia, mint hogy mondjuk két meteor, vagy hold, vagy esetleg bolygó összeütközik, természetesen itt a fizika területéről hoz egy ilyen példát. Ez hasonló, mint például ugye elmegy a tolvaj a fiával lopni, és beküldi a fiát a kis ablakon, hogy nyissa ki belülről a riglit, hogy ő aztán be tudjon menni. Ugye hát ezek a kis bűnök, ezek a rigli nyitások, és ezek a rigli nyitások hozzásegíthetik a lelket a nagy bűnöknek az elkövetéséhez is, mert a rosszat gyakorolja be, és megszűnik az ellenállás. Milyen fajtái lehetnek még a bűnöknek? Van olyan bocsánatos bűn, amely az anyag miatt súlyos. Mit értünk anyagon? Például valakitől, most egy példát mondunk csak, ellop valaki 1000 forintot. Hát ez még régebben volt ez a példa, most már az 1000 forint az nem ér annyit, mint akkor. És mondjuk többen eltervelik, hogy minden nap ellopnak valakitől mondjuk 10 forintot, és akkor ebből össze raknak 1000 forintot. Ha ezek a lopások összefüggnek, akkor a szándék miatt súlyos. De ha nem függnek össze akaratilag, és nincs előre megtervezve, akkor mondjuk 10 forint ellopása az bocsánatos bűnnek számít. Természetesen újra szeretném nagyon erősen hangsúlyozni, hogy soha nem szabad egy hamis menekvést és egy hamis ideológiát, tehát egy hasznossági elvet gyártani ezekből az erkölcstani alapkérdésekből. Ez csak a kategóriákat szeretné bemutatni. Egyébként ez Erdős Mátyás atyának a munkásságából és gondolataiból, tanításából való. Anyag miatt lehet halálos, ugye egyszerre nagy összeg, és hogyha a szándék miatt, akkor pedig, hogyha összefüggnek a kis lopások. A másik fajtája, amikor az elhatározás következtében is súlyos a bűn, tehát például egy ártatlan embert valaki szándékosan meggyilkol, hogy mondjuk anyagi haszonhoz jusson, ugye nagyon szomorú, egyre többet látunk ilyet a világban és sajnos az országban is, ugye amikor az emberek elhajítják a 10 parancsolatot, vagy azok, akik ezt elkövetik, nyilván azoknak először meg kell tagadniuk a 10 parancsolatot, akik ilyet csinálnak, és sajnos ennek következtében az ilyen esetek szaporodnak. És bizony ezeket bíróságilag is
Nagyon komolyan szankcionálni kell, ez is az erkölcstannak a része. És ha például egy családfőt mondjuk meggyilkolnak így, akkor egyrészt súlyos bűnt követel valaki, másrészt pedig a családnak is kártérítéssel tartozik. Na most, hogyha szándékban van meg egy ilyen, elindul valaki mondjuk tetlegességre, de nem tudja elkövetni, mert valami megakadályozza, akkor nyilvánvalóan kártérítési kötelezettsége nincs, mert a tettet nem követte el, de akarattal már elkövette, elhatározta ezt a bűnt, tehát az akarat miatt megvan a súlyos bűn, ugye a Szentmisében, a Szentmis elején is, ugye a gyónásban, tehát a közös gyónásban, ugye azt mondjuk, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással vétkeztem, nyilván itt csak a kis bűnök, a bocsánatos bűnök azok, amelyek ekkor szóba jöhetnek, mert súlyos bűnt, nagy bűnt a Szent Jónással kell rendezni. Tehát ugye a tett, az bővíti a bűnt a szándékhoz képest. Lehetséges olyan eset, ugye a hazugság az mindig bűn, tehát a félrevezető hazugság, ugye vannak például hivatali válaszok, hogy most nincsen itt, nem tudom adni, nincs a telefon közelébe. Itt mindenki tudja azt, hogy ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ott van a főnök, csak éppen most nem lehet telefonhoz hívni, tehát nem megtévesztéssel történik a válaszadás. Itt még nem is mondanánk hazugságot ebben az esetben. Lehet olyan dolog, hogy valaki csinál valamit, még nem is kell, hogy súlyos dolog legyen, rákérdeznek, észreveszik, hirtelen zavarba jön, és akkor hazudik. Hát ilyen esetben bocsánatos bűn hazugság, mert megijed. Nem tudja hirtelen, hogy mit mondjon, zavarba jön, tehát ilyen esetben más elbírálás alá esik. Ugye nem mindegy az, hogy például egy lopás esetén, hogy kitől és mennyit lop valaki. Mert mondjuk például egy koldustól ellop valaki egy összeget, az mondjuk azt, hogy súlyos bűn, de ha mondjuk egy nagyon gazdag embertől lopja el, a lopás akkor is bűn lesz, de akkor nem olyan súlyos, akkor bocsánatos bűn. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezek csak kategória megjelölések, és példákat szeretnének szolgálni, tehát nem szabad senkinek a lelkiismeretét lekoptatni, lax, laza lelkiismeretté tenni ezek miatt, az erkölcsi kategóriák miatt, és természetesen skrupulózussá sem kell tenni, tehát egy helyes, jó értelembe vett középutat, reális középutat kell megtalálni. Lehetségesek, ugye a kis bűnök, ugye ezek a véniák, vagy valaki azt hiszi egy bűnre, mondjuk nagyobb bűn, de azt hiszi, hogy kis bűn, amit tesz. Tehát itt is a tudatlanság lehet mentő körülmény, vagy inkább így mondjuk, hogy enyhítő körülmény. A mortále vagy halálos bűn végső következményéből adódóan súlyos, és itt érdekes módon lehetséges olyan eset is, hogy azt hiszi, hogy súlyos bűnt követel, vagy azt hiszi, hogy bűnt követel, és itt ilyen az illető, és itt ilyenkor a szubjektív lelkiismeret számít. Aztán természetesen lehetnek olyan bűnök, ami mondjuk kis bűn, vagy kis mulasztás, mondjuk így, például valaki nem tartja meg a pénteki bűnbánati napot, mondjuk feledékenységből, vagy egy kis hanyagságból, és mondjuk más valaki meg azt mondja, hogy én tüntetően nem tartom meg a pénteki napot, vagy amikor hústilalom van, a bőti fegyelmet tüntetően nem tartom meg. Megmutatom, hogy az ügy végképp nem érdekel. Tehát ilyen esetben viszont ez súlyosbító körülmény. Azután lehetséges még, hogy
ugye kis bűnök között, mondjuk hosszú idő telik el, mondjuk kis lopások között, 10 forintos lopások között, és hát ugye van egy ilyen fogalom, hogy tempus longum, tehát hosszú idő, ezek az apránként való lopások, hát ilyen esetben nem adódnak össze, ugye a régi erkölcstani, hát gyóntatási útmutató szerint ez körülbelül egy évet tett ki ez a hosszú idő. De viszont vannak el nem évülő bűnök. Ugye például a szándékos gyilkosság, vagy a szándékos tömeggyilkosság, a háborús bűnök, ugye ne felejtsük el, sajnos a 20. században, ugye a Magyarországon is két diktatórikus rendszer volt, az utóbbi igen hosszú ideig, ugye 45 évig, és nagyon sok áldozata volt, és ezek a bűnök nem évülnek el, még akkor sem, hogyha törvényileg, sajnos ezek nem minden esetben kerültek számonkérésre. Vagy például, ugye a történelemből épp az idén gyászoljuk országunk kétharmadának jogtalan elrablását. Soha nem lesz elévülő bűn, és éppen ezért, kicsit most a magyarság tudatunkat is erősítve, soha nem mondhatunk le ezekről az ország területekről. Ez ugyanolyan dolog, mint például a török időkben voltak egyházmegyék, Kalocsai egyházmegye nem mondott le arról, hogy ott valaha működhessék, és mondjuk 150-200 év múlva bizony visszakapták azt az egyházmegyét. Most én nagyon-nagyon vázlatosan érintem csak ezt a kérdést, tehát nem szabad nekünk elvi sík miatt sem olyan dolgokról lemondani, ami nekünk a jogos tulajdonunk, és igazságtalanul vették el tőlünk. Tehát ilyenekre nincsen elévülés. Milyen fokozatai lehetnek a bűnöknek? Ugye a súlyos bűnnek mi a két mutatója? Valaki elfordul az Istentől, és bűnösen, bűnös szándékkal odafordul a teremtményekhez. A bocsánatos bűn az Istentől nem fordítja el az embert, nem fordul el az ember, csupán a teremtményekhez fordul oda bűnös módon, és itt alá kell húzni, hogy bűnös módon, tehát a rendeltetésével ellentétes módon. Mit jelent ez? Ugye, amikor arról beszélünk, és egy valakiről tudjuk csak bizonyossággal, Júdásról, akiről Jézus kimondta, hogy a kárhozat fia, és hogy minek született meg, aki hogy elkárhozott, ugye kárhozatnak két típusú kínja van. Ugye férgük el nem hal, és tűzük ki nem alszik. Ugye a tűz az az Istentől való örök elszakítottságnak a jelzésére szolgál, és a férgük el nem hal, az pedig a lelkiismeret furdalás. És bizony különbség van nem csak a mennyország boldogsági fokozatai között, hanem a kárhozatnak a fokozatai között is, tehát ugye van fekete és még feketébb. Tehát, hogyha valaki sokszor követ el halálos bűnt és úgy kárhozik el, most ezt nem tudunk rámutatni senkire, vagy utólag megmondani Júdás kivételével, hogy ki lehet ilyen, vagy ki az, aki ilyen állapotba jutott, az már többször nem tud halálos bűnt el, hát el tud követni halálos bűnt, de a megszentelők egyelmet már nem tudja kiölni, akkor az mit változik, ha mondjuk egy diktátor mondjuk 30 millió embert ölt meg, vagy mondjuk valaki, idézőjelbe teszem most ezt, ehhez képest mondjuk csak ezt nagyon idézőjelbe teszem, 10 embert. Nem ugyanaz a büntetés, nyilván az érzéki kínban van a különbség, és ezt az erkölcstan így tárgyalja, ugyanúgy, mint az üdvösségnél, aki nagyobbra tágította a lelkét, több megszentelő kegyelmet kapott az életében, az nagyobb mértékkel kapja az üdvösséget,
a lelke mértéke szerint, és aki kevesebbet, az meg az ő mértéke szerint, de az üdvösségben mindenki egyformán boldog lesz, bár a lelki kapacitásuk nem egyforma, ez olyan dolog, mint hogy mindenki, ugye a földi élet hasonlatával élve, mindenki a saját ruhájába öltözködik, és az lesz a kényelmes, a nagynak a nagy, a kicsinek pedig a kicsi.